Sziasztok, én vagyok az, most megkezdődik akkor az ígért sorozat. Harmonika sorozat. Na hát először is nagyon fontos, amit meg kell, hogy beszéljünk, hogy a harmonikának, tehát aki még nem fogott harmonikát a kezébe, tehát hogy ahhoz képest van súlya, és ezt meg kell fogni rendesen. Ez azt jelenti, hogy vannak ezek a kapcsok az alján, meg a tetején. Ezek legyenek bekapcsolva, nem játszunk rajta, vagy éppenséggel nem használjuk, vagy épp lerakjuk. És így vegyük mindig fel. Nagyon fontos van ez a két pánt. Ez mindig fölrejön a vállon, itt följük. Mert hogy ne csúszson le véletlen se oldalra, meg sehova se, hanem itt mindig fölöljön a vállon. És utána akkor lenyitjuk az alsót, meg a felsőt is kikapcsolhatjuk. Itt a bal kézben nagyon fontos, hogy itt ezt bedugjuk ide a kezünket. Ezen is különben lehet álligatni, kinek mennyire kényelmes. Javaslom, hogy itt könnyedén csúszson a kezünk, tudjuk kezelni a gombokat könnyen. Van itt a hüvelykujjnál egy gomb, amit ha benyomunk, akkor össze tudjuk nyomni a fújtatót vele. Mert különben hiába húzzuk, és kifele is ebből tudjuk, mivel kinyitunk vele egy szelepet, ami a levegő útját, ugye becsukva akadályozza, kinyitva pedig szabadon áramlik, és akkor így be tudjuk csukni, ki tudjuk nyitni vele. Ami nagyon fontos még, hogy a fújtató kezelés. Ezt én úgy mondanám, hogy ezt rá kell jönni, de leginkább az a lényeg, hogy tehát, ha gyakorol az ember, akkor gördülékenyen menjen. Tehát nem az van, hogy megáll. Tudom is, hogy gyakorlok, és akkor, hogy... Ugye... Ez így kell, és akkor, hogy mutatom, mi a nem jó. Észre. Vagy amikor már nagyon itt a végénél van, a fújtató így össze, akkor se. Tehát mindig a középutat találjuk meg, hogy és akkor így folyton az a lényeg, hogy igazából mikor véget ér, tehát hogy itt lefele húzod, itt még inkább főfele. Lefele, főfele. És az a lényeg igazából, hogy érzed ezt a nyomást, ami van benne, a fújtatóba a kezeddel, és amikor nem érzed, akkor van gond, mert akkor ugye nem fújsz elég levegőt vele. Viszont így elég levegőt szolgáltatsz a sípoknak. Hát lent, fönt, szépen, mely ez mint az egyszerű. Na és akkor, nagyon fontos, ezen kettő van ebből. Az a lényeg, hogy itten, ahol vannak ezek a billentyűk, hogyha ezt még megnyomjuk, akkor kapunk még pluszba egy oktávot. Ez még plusz. Itt ezt a felső hangokat. Ha visszakapcsoljuk mélybe, akkor viszont mutatom, és akkor ez a legmagasabb hang. Igen, itt a kapcsolókat majd azt tanuljuk majd valamikor. Először el kell jussunk odáig, hogy akkor vannak olyanok, akik teljesen úgy kezdik, hogy előről, és akkor
kínai még minden. Ezért magyarázok el mindent részletesen, hogy mindenki értse mindent. Az a lényeg, hogy itt vannak a hangok, tehát ez szerintem úgy mindenki tanulta, ha általános iskolába jobb énektanára volt általában, akkor talán, de mindenkinél tanulni kell, hogy ugye itt van, első van, azért mutatom, hogy lássátok, hogy minden oktávban ugyanígy van, tehát, hogy itt C, C-től C-ig, ugye ez már bezárólag egy oktáv, viszont ha úgy nézzük, akkor C-től H-ig, ugyanaz következik a következőből, hogy így, amit fogok, és utána itt is ugyanaz, hogy mutasson, így. És akkor az a lényeg, hogy C, D, E, F, G, A, H és C. És akkor így megyünk tovább, hogy C, D, E, F és G és H és A és C. C, D, E, F, G, A, H, C. És amikor ezt a skálázást tulajdonképpen csinálgassuk, tudjuk a hangokat. Akkor amikor már ezt a skálázást csináljuk, akkor már nagyon örülhetünk, hogyha így megy. Ugye a húzás technikával is. Szépen úgy bánunk, ahogy mutattam. Továbbá akkor még. Mit is mondjak, ugye, mert még ilyet nem csináltam. Tehát akkor megvannak a hangok. És akkor ha a hangok megvannak, mindenkinek tökéletesen tudja, akkor mutatnék egy nagyon kis egyszerű dalocskát, nem olyan nehézre gondoltam, csak ilyen kis baba, vagy milyen. Hogy mondjam, ilyen kis egyszerű, amivel érdemes kezdeni. Na igen, hogy mutassak valami egyszerűt, mivel tényleg úgy érdemes kezdeni, de viszont van a ritmusa is. Az a lényeg, hogy itt már a fekete billentyűk is előtépe kerülnek. Nem akarom úgy kezdeni, hogy fekete billentyűket ne vonjuk bele, mert akkor nehezebb lesz haladni. Igazából, mondom, hogy a lényeg az, hogy amikor nyomjuk a C-t, akkor fölötte van, hogy cisz. Aztán D, dis, E, aztán az F, ugye az, aztán fisz, aztán G, aztán gisz, aztán A, és ais, aztán H, és újra C. Az a lényeg, hogy ha lefele megyünk, akkor megint más ezeknek a neve, ugyanis itt az alatta lévő hangból származtatjuk, hogy C-ből cisz, isz végződést kapnak. C, cisz, D, disz, E, eisz, azaz F, aztán F, fisz, G, gisz, A, eisz, H, cisz. Vagy C, na, bocsánat, a cisz az. Na, tehát H, C. Az a lényeg, amikor megyünk lefele, akkor pedig a fölötte lévő hangból, ugye, hogy lefele megyünk, a fölötte lévő hangból származtatunk, és úgy kap S végződést, mivel, hogy lefele megyünk. C, CES, azaz a H, csak a C-től lefele, ugye a H, de ezt sehol se fogják szerintem így jelölni. Tehát, hogy C, H, B,
nagyon fontos, hogy a H-nak a B a megfelelője lefele. Tehát a H, B. Ez nagyon fontos megjegyezni, hogy ez az egy, ez egy kilóg a sorból, hogy ez B. Különben külföldön a H-t is B-nek mondják. Itten, lehet, ahogy így van. Tehát, hogy C, D, E, F, G, A, B, C. Ez úgy mondják, de ezt csak érdekességképpen mondtam, mint nálunk magyaroknál H. És ezért lesz lefele szállítva B. C, H, B, A, aztán ASZ, aztán G, GESZ, F, ugye az F-től lefele az E, az fesz, mivel hogy félhang, de ezt szerintem sehol se fogják így kérni, meg hát, hogy mondjam. Tehát, hogy a kottákban nem lesz így benne, meg a kis a hangjegy kottá jobban eligazodik az ember úgy, hogy nem kell ilyen neveket használjon. Tehát ott tartottunk, hogy az F, E, aztán S, aztán D, és D. És ez a lényeg tulajdonképpen, ahogy származtatunk, tehát hogyha alatta lévő hangból C-ből lesz a tisz, viszont hogyha lefele megyünk, akkor pedig a D-ből lesz a desz. Ez nagyon fontos megjegyezni, hogy ez minden hangnál így van. És tulajdonképpen ez a lényege, hogy megtanuljuk könnyen a dolgokat. Viszont mutatok olyat, hogy akkor kezdjük el a dalt. Nagyon fontos, hogy jobb kézzel fogunk még csak dolgozni. Mondom a hangokat, és úgy fogjátok megtudni. A dal címe egyébként ez a kislány papucsot varat. Először eljátszom, és utána fogom mondani, hogy mik a hangok szépen lassan. Persze csak jobb kézzel most. Úgyhogy mondom. G, B, C, G, E, C, D, D, C, C, G, G, D, 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 C, B, C, G, És amikor ez megvolt, akkor jön a bal kéz. Na most, itten ez olyan, hogy aki már bal kezet akar tanulni, annak tudnia kell a zene elméletet egészen a négyes hangzatokig. Na.
Remélem nem ijesztek meg vele senkit, de igazándiból az a lényeg, hogyha tudod, hogy itt például van egy mol, egy C mol, akkor itt C molt fogsz. Igazából az a lényeg, hogyha a hangokat összenézed, például rózsa, rózsa, add a rózsa, az úgy kezdődik, hogy rózsa, és akkor ez itt mol, akkor például az úgy kezdődik, hogy az ott mol. Igen. Remélem így érthető az észjárás. Na. És az a lényeg, hogy én itt el fogom magyarázni a hangzat neveket. Ennek bárhol utána tudtok olvasni, hogy hogyan működik. Most nem fogom elmagyarázni, nem akarok senkit se belebonyolítani. De szerintem már van olyan dolog, amiben lehet, hogy valaki belebonyolodott. Elnézést kérek. Nézze meg újra. Na. Az a lényeg igazából, hogy a C hang itt mindig ki van mélyítve. Közelebb rakom, akkor látszik. Ki van mélyítve szépen a gomb. Tehát, hogy oda se kelljen nézni, és akkor már érzed, hogy itt a C, érted? És akkor itt. Tehát ki van mélyítve, a többi az domború. És akkor érzed így, végig simítod ott a C, az alapján el tudsz igazodni. Van a C, F, B, aztán pedig S. Igen, menjünk másik irányba. C, D, és E. G, D, A, és E. És akkor itt vannak ugye az alaphangok. Itt vannak az alaphangok, ez az alaphangsor, itt utána van a dur sor, utána a mol sor, itt pedig már szeptim akkordok. Az a lényeg, hogy, halljátok is, mutatom C-vel. Szerintem hallható volt. Mutatom akkor mondjuk E-vel. És akkor az a lényeg, hogy alaphangsor, utána van a dur hangsor, mol hangsor, és a szeptim akkordok. És akkor ez alapján kell eligazodni. Ez nagyon fontos, hogy ezt megtanulja az ember, mert ezen alapszik minden, szinte az egész zenész világ. Akkor ráhelyezzük így a C-re és a C-molra a kezünket. És akkor összetesszük szépen lassan, hogy idáig C-mol van. Utána. Ugye, amikor az F-re érkezünk, F, akkor F-mol, F-C, ott F-mol van, az F-re és a C-re,
utána pedig C-moll, ahogy visszalépünk a díszre. Tehát, magyarázom. Aztán, amikor fölépünk a G-re, akkor is C. Aztán G. A B-re G. Aztán újra C, a C-re. És itt megint C-moll, ugye? Aztán a G-re G. G-moll. Aztán újra C. Aztán továbbra is. Szerintem ez lassítsátok le. Nem tudom. Érthetően próbáltam elmagyarázni, hogy az első órában már legyen dal is. Akkor majd mondom, szépen most már, akkor csak a hangzatokat, most már hallás után. Nagyon fontos, hogy hallás után halljuk, hogy mi hova illik. Ezt magyaráztam ebben, hogy szépen, is. És akkor mondom majd, de most végig mollba vagyunk, úgyhogy csak annyit, hogy C, F, G, mert ennyit próbálok mondani. C, F, C, C, szerintem teljesen érthető volt. Úgyhogy most akkor tanuljunk hozzá szöveget is. De előbb megmutatom, hogy akkor hogy hangzik ez úgy, ahogy mi magyarok előadjuk szépen. Hozzá szöveget. El fogom énekelni szépen, érthetően, lassan, és akkor próbáljátok utána. Kislány papucsot harapott, a sarkába szerelmet rakott. Kihullott a szerelem a papucs sarkából, jaj, de messzi este magamától. Kihullott a szerelem a papucs sarkából, jaj, de messzi este igen, ez volt a dalszöveg és a dal együtt, és akkor nézzük meg, hogy szépen hogy hangzik együtt. Azért mutatom meg, hogy ugye amikor már ki van gyakorolva minden, akkor vissza lehet hallgatni, és akkor ti is tudjátok, hogy jó-e vagy sem.
Tehát ez teljesen ilyen dolog, hogy többször kell nekifutni a dolognak. Igen, többször kell nekifutni. Első óránk anyaga, hogy akkor itt így mindent így szépen, és akkor az a lényeg, hogy ezt nagyon cefetül ki kell gyakorolni ezeket a dolgokat, mert ezen alapszik az egész harmonikázás. Ezeket muszáj tudni. Mert különben csak szenved az emberrel. Így meg sokkal egyszerűbb. Hát remélem azért értettem, elmagyaráztam minden, de majd a következő videóban még akkor persze összeszedek dolgokat, meg majd mondok mindent így, természetesen fogok magyarázni ilyen dolgokat. Remélem azért nem mutattam senkit se olyan vezető. Aztán hát, mostan lényegében szerintem el is mondtam, amit szerettem volna, így, tehát már tudunk játszani egy aranyos kis népdalt. De azért még eljátszok egyet, így búcsúzásképpen, de majd azt a majd haladókban fogjuk. Azért nem is fogom most énekelni, mert majd valamikor később tanuljuk azt is. Az kicsit bonyolultabb, majd én is, hogy ugye... akkor iratkozzatok fel, nézzetek utána a többi dolognak, nézzetek a videót, többször is nézzétek meg, nagyon jót lehet belőle gyakorolni, és sok szerencsét kívánok mindenkinek, következő videóban majd találkozunk. Na, szervusztok!